Köszöntöm kedves nézőinket! Helytörténeti sorozatunk mai epizódjában Lóránffy Zsuzsanna fejedelemasszony emléktáblájának történetével ismerkedhetnek meg. Újpest nem túl frekventált részén, itt a Volánt pályaudvar mellett az egyik lakóépületen találunk egy emléktáblát, amelyik Lóránffy Zsuzsannának állít emléket. Ki volt ő? Fejedelemasszony volt, első Rákóczi György felesége, dédnagymamája második Rákóczi Ferencnek. Ónódon született 1600-ban. És 60 évet élt, aktív életet. 16 éves korában ment férjhez, a későbbi fejedelemhez. 5 gyermeket szült, de csak 2 tudott felnevelni. Élete tulajdonképpen Sárospatakhoz kötődik. A fejedelemasszony ott élt egy megerősített várban. Azokban a háborús időkben, ugye a három részre szakadt ország idejében, hol a törökkel, hol a Habsburgokkal vették fel a harcot. Férje elég keveset tartózkodott otthon. Levelezésükből viszont kiderül, hogy egy nagyon szerető pár voltak. Életük végéig komoly érzelmi és gondolati egységben éltek. Lóránffy Zsuzsanna elsősorban a kultúrát támogatta, a református egyházat, és természetesen elég komoly mezőgazdasági tevékenységet is végzett a birtokon. Ő irányította az ottani termelést, sőt a beosztottaknak, illetve a jobbágyoknak oktatást is tartott különböző növények termesztésében, így például a szőlőtermesztésben is. Ugye azon a vidéken azért elég elterjedt a szőlőtermelés. De ami igazán az ő javára írható, hogy komoly lökést, mondhatnám felvirágoztatást jelentett a Sárospataki Kollégium életében, amelyet kiemelten támogatott, hogy Comenius Jánost is odahívta oktatónak, és hát tudjuk, hogy az ő tevékenysége milyen jelentős fordulatot, eredményeket hozott a kollégium életében. Tehát az ő neve elsősorban a Református Egyház és a kultúra támogatójaként maradt fent, és amikor 1921-ben Újpesten megalakult a Református Hölgyek egyik egyesülete, fölvette Lóránffy Zsuzsanna nevét, már csak azért is, mert elsősorban hölgyekből állt az egyesület, és karitatív tevékenységet szegények, szegény gyerekek támogatásával foglalkoztak. A II. Világháború alatt ingyen konyhát működtettek, tehát minden olyan tevékenységet megtettek, amivel lehet a rászorulók életén javítani. A vezetője dr. Papp Gusztávné hitoktató volt. Az ő neve félmélesztett az egyesület tevékenységét. Amikor az utcát kialakították itt, tudjuk, hogy ez ugye az eleje az utcának, a 2. számú házon áll a tábla, a másik végén kialakult egy nagy bútoripari cég, néhány polgárház is felépült. Ennek tulajdonképpen nem tudjuk a konkrét időpontját, bizonytalanok a források, hogy 1932-ben vagy 35-ben nevezték el az utcát Lóránffy Zsuzsannáról, de egyértelműnek tűnt, hogy ide állítsák ezt az emléktáblát. Maga az egyesület állította, és azt tudjuk, hogy 1935-ben. Az egyesület egy központja egyébként nem itt volt, hanem Lőrinc utca 81-ben, Papp Gusztávné házában jegyezték be a címét, de természetesen itt elsősorban a névről, illetve az utca névről van szó.